A nagyváradi Szacsvai Imre általános iskolában indult el Romániában elsőként Polgár Judit többszörös sakkolimpikon képességfejlesztő programja, a Sakkpalotta program. A cél a gyermekek képességeinek fejlesztése és kreatív gondolkodásuk elősegítése. Tehát lép egyet, és aztán kettőt. A huszárlépést tanítja Alföldi Andrea tanítónő a Szacsvai Imre általános iskola kisdiákjainak. A gyerekeknek minden olyan mezőre virágot kell rajzolniuk, ahová a huszár még elér. Mondjál olyan fiú neveket, amelyek b hanggal kezdődnek. Egy másik gyakorlatban a sakkfigurák elnevezéseinek kezdőbetűivel kell tulajdonneveket mondaniuk a gyerekeknek. A tanítónő májusban ismerkedett meg a sakkpalotás módszerrel egy anyaországi képzés során. Azóta folyamatosan bebelogtam az óráimba. Nekem nagy segítség volt, mert óriási az eszköztár. Bármilyen órán elő tudom venni ezeket a játékokat, ezeket az eszközöket, és a gyerekek nagyon-nagyon élvezik. A gyerekek azóta kicsit könnyebben boldogulnak a térben, jobban tájékozódnak, úgy a sakktáblán, mint amúgy a mindennapi életben. Nagyon szeretik a színes bábokat, nagyon szeretik ezeket a játékokat, és úgy vettem észre, hogy a sakktáblán való tájékozódás segítette például a betűk megismerését. Akkor indítjuk. Itt pedig már minden gyermeknek dominókat kell egymáshoz ragasztani, mely asszociációs készségüket fejleszti. A tantárgyakkal össze tudjuk őket kapcsolni. Nekem a két kedvencem a szorzás és a dominó. A dominóban megtanulhatjuk, hogy a számokat és a sakkbábok értékét összerakjuk. A szorzásban pedig a sakkbábok értékét össze tudjuk szorozni, és ez jó. Az a játék tetszett a legjobban, mikor a tanítónéni azt mondta, hogy kell megkeresni dolgokat. És azért, mert fejleszti az okosságot és az agyunkat. A pedagógusok azt mondják, a gyerekek nagyon fogékonyak az új programra, mely személyiségük fejlődését segíti. Ettől a tanévtől kezdve be is indítottuk heti egy óraszámban, választható tantárgyként, helyi tanterv alapján, iskolánkban is a sakkpalota programot. A Szacsvai iskola egy nemzetközi Erasmus program keretében vesz részt. Az iskola néhány pedagógusa ennek nyomán sajátított el a sakkpalota programot Székesfehérváron. Az iskolában már 2012-ben bevezették a sakkoktatást, mint választható tantárgyat. A jövőben pedig bővítenék az órák számát Nagyváradon.